Szeretettel köszöntök mindenkit a Szigetvári Bibliakör havi előadás sorozatán. És folytatva, és remélhetőleg végre befejezve egy hosszú tanítást, ami a szellemvilágról szól. És ígéretemhez híven most a keresztények dolgáról, illetve a pozíciójáról lesz szó. A tanítás sorozat kezdődött a mennyben, és jutott le a pokolig, mind a szellemi helyek, mind pedig a szellemi lények tekintetében. Végnéztük, milyen helyekről tesz említést a Biblia a szellemvilágban, illetve a fizikai világban, valamint végnéztük, hogy milyen lényekről, entitásokról beszél a Biblia a mennytől a pokolig és hát a legutolsó rész a démonokról szólt megnéztünk néhány igét a Bibliában azzal kapcsolatban, hogy az igen mit ír a démonokról és ö, megnéztük azt a néhány és tényleg igazán nagyon nehezen kihámozható ige szakaszt az Ószövetségben amely utal a démonok eredetére, hogy honnan is kerültek ide és ö, akkor azt ígértem a ez előtt egy hónappal, hogy meg fogjuk nézni, hogy nekünk mi a közünk a démonokhoz, illetve mi az erőviszony a démonok, illetve köztünk. Ezt egy pici kitérővel kell megint csak kezdeni, melynek hát azt a címet lehetne tulajdonképpen adni, hogy a láthatatlan világban végbement változás, és ez a változás a hatalmi viszonyokat, az erőviszonyokat illeti. Azáltal történt, amit az Úr Jézus Krisztus a kereszten véghez vitt, és hát ezzel kapcsolatos igékkel szeretnék ma előhozakodni. Ezek korán sem olyan homályos dolgok, mint a démonok eredetével kapcsolatos igék. Sokkal gyakorlatiasabbak, sokkal egyértelműbbek, és sokkal több van belőlük, és hát ezzel kezdődne ez a mai tanítás. Egyébként április 24-e van, ez a hónap utolsó szombatja, és mint ilyen kerül sor erre a mostani tanításra. Ennek a sorozatnak remélhetőleg vége lesz ezzel, bár rengeteg igény van, amit szeretnék elmondani, és vagy egy új tanítás sorozattal, vagy pedig egy összegzéssel fogok egy hónap múlva jelentkezni, amennyiben Isten erre vezet. Természetesen nagyon remélem, hogy május végén már személyesen, tehát ha meghirdetett előadássorozat lesz, akkor személyesen tudjuk ezt csinálni közönség előtt. De hát térjünk rá a, az igékre. Most is, mint általában én is keresgélem az igéket a magyar fordításban, az első ige, az a Kolossé 1.12 lesz. Tehát Kolossé 1.12, és azzal foglalkozunk még egyszer, hogy milyen változás ment végbe a szellemvilágban, és ehhez képest mi a mi dolgunk, szerepünk, mi keresztényeknek a dolga és szerepe. Tehát a Kolossé 1. 12. 13. a következőket írja, hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába. Ö, néhány ö, Állítmányt szeretnék ebből az igéből um, kiemelni, illetve néhány szóra rá, ö, 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 néhány szóra figyelni kicsit jobban, és ezzel kapcsolatban tenni egy picit kitérőt. Az állítások, amiket ez az iget tesz, az az, hogy alkalmasakká lettünk valamire, azáltal, hogy meglettünk szabadítva valamitől, és által lettünk víve valami másba. Ezekkel szeretnék picit foglalkozni. Hát először is ö, alkalmasakká tétettünk valamire, ami egy olyan helyzetet jelent tulajdonképpen, megváltozott egy képességünk, megváltozott egy állapotunk, amire eddig nem voltunk alkalmasak, arra most alkalmasak lettünk, és ez a szentek örökségében való. Részvétel. Azt fogjuk megnézni, hogy mik a szent, kik a szentek, és mi ez a örökségük. Aztán ö, meg lettünk szabadítva a sötétség hatalmából. Ez egy nagyon lényeges állítás, és nagyon mély komoly köze van ahhoz, hogy mi is a ö, kapcsolatunk a démonokkal. Démonok a sötétség hatalmában vannak, és nem csak a démonok vannak a sötétség hatalmában, hanem fölöttük lévő hatalmasságos, és a sötétség hatalmához tartoznak, ugye beszél Lapostól az Efezus Levél 6. fejezetében ez élet sötétségének világbíróiról. Ez egy fontos gondolat, mert ö, mi által lettünk víve, ez a harmadik állítás, a világosság ma, tehát ki lettünk véve a sötétség világbírói alól, és által lettünk víve Jézus Krisztusnak az ő, tehát Isten drága fiának, szerelmes fiának a királyságába. Vagyis részben meglettünk szabadítva sátántól, gonosz szellemi fejedelemségektől, gonosz démonoktól. Részben átlettünk víve egy másik királyságba, ahol már nincsenek fölöttünk gonosz szellemi hatalmasságok, és nem árthatnak démonok, illetve Ezáltal alkalmasak lettünk arra, hogy az elkövetkezendő időszakban majd szentek örökségét ö, részes társakként vegyük át, tehát részt vegyünk a szentek örökségében. Ez a kifejezés, ez a metisztemi vagy átvitt által vitnek fordítja ezt a görög szót Károli, ez még egy helyen előfordul, nagyon tanulságos helyen az új szövetségi szentírásban, és pedig a zsidó levél 11.5-ben. Ez egy nagyon érdekes történetet idéz, Énok történetét, mely szerint, tehát zsidó 11.5 hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. És az a felvitetés, amit itt Károli emleget, illetve a vitetett fel, ez mind görögben ez a metisztel, alap volt, ez a Metiszenó, tehát az által vitetett ugyanúgy, ahogy mi is által vitettünk. Nagyon érdekes a párhuzam. Egyrészt azért érdekes, mert Énók egy olyan helyzetből vitetett át a mennybe, Isten királyságába, ami akkor csak a mennyben létezett, most a földön is létezik, ezért nem kellett minket a mennybe fölvinni, hogy Isten királyságába átkerüljünk. De a lényeg az, hogy a gondolat ugyanaz, hogy Énók Istennel járt, és ezért átkerült Isten királyságába. A történetet ö, ismerjük énok könyvéből, hogyha valaki ismeri énok könyvét. Ő volt az az illető, aki igaz ember volt, Istennel járt, ezt a Bibliából is tudjuk, és őt kérték meg azok a szellemi fejedelemségek, Isten fiak, akiket Isten megítélt, hogy közben járjon, kell járjon értük, hogy Isten bocsánatát kieszközölje azért, amit tettek és hát ez nem történt meg, ítélet született, és tudjuk ugye a Énok könyvéből, amit idéz Péter apostol, illetve Júdás apostol, hogy a nagynap ítéletére a mélységbe vannak ezek lezárva, és hát Jézus Krisztus is Péter apostol szerint lement és hirdetett ezeknek a, az engedetlen lényeknek, ugyanazt hirdette, amit annak idején Énók hirdetett, hogy nincs számotokra bocsánat, nincs számotokra megbocsátás. Viszont Énók igaz emberként Istennel járt, és Isten elvitte őt, átvitte őt az ő királyságába. Közvetlenül összefügg ez a gondolat az örökség gondolatával, az örökség gondolatával. És mert hogy látjuk majd a később ugye a özönvíz utáni állapotot, amikor Isten örökséget osztott ugye a Genezis 11-ben az embereknek, és megszabta a népek határait, akkor Isten fiainak száma szerint ette. ezt, ezt a Deuteromiumból tudjuk, tehát az öt Mózes 32.8-ból, az mondja meg, hogy mi történt Sinár után, ugye a bábeli torony tulajdonképpen miről szólt. De lényeg az, hogy az emberiség hasonló szellemi fejedelemségeknek az uralma alá került. Ez volt az ő jussuk örökségük, ha tetszik mondani. Nézzük az igéket. Először belemegyünk a zsidó levélbe, ahol már vagyunk is, tehát a második fejezetbe. Zsidólevél 2.5 mondja azt, mert nem angyaloknak vetette alá jövendő világot, amelyről szólunk. Ö, ugye? És akkor idé, megyünk tovább, sőt bizonyságot tett valahol valaki mondván, kicsoda az ember, hogy emlékezel őról, ahogy az, és az embernek fia, hogy gondot viselsz rá. Ez a nyolcadik Zsoltár van egy idézet, az ötös vers, hogy micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezzel róla az embernek, fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssé tetted őt kisebbé az Isteneknél, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, ugye? És a hetes vers a zsidólevel 2. hétben meg azt mondja: Kevéssé tetted őt rövidebb, rövid időre az angyaloknál. Tehát itt kétszer szerepel az angyal szó az ötösben és a hetesben, de a környezet, a szövegkörnyezet, amit idéz ez a szakasz, a nyolcadik zsoltár ötös verse, ott nem angyalok szerepelnek, hanem Elohim. Tehát ezek a bizonyos istennek, Amiké, amik alá rendeltettek az emberek, és az Istenek, akik az emberek fölé rendeltettek. Ez a hatalmi viszony. Jelen pillanatban a világon és azt mondja a zsidó levél, hogy nem ezeknek a lényeknek miért mond angyalokat akkor az levél? Miért angyalokat mond? Miért nem mondja azt, hogy Istenfiak? Azért mert a görög kultúrában, hát a dolog egy kicsikét így elmosódik. Mindent angyalnak nevez gyakorlatilag a görög szöveg, amit az Ószövetségi szentírás Istenfiaknak mond. Ez van. Le kell fordítanunk magunknak ezt az értelmezést. Tehát a görög szöveg arra akar utalni, hogy ezek a mennyei lények, és nem foglalkozik azoknak a pozíciójával. Világos az oszövetségi osz szentírásból, hogy az angyalok, az a Malakhim, az egy lejjebb lévő kategória, mint a beneha Elohim vagy. Benei Elim, vagy egész egyszerűen csak Elohim, ami a 82-es Zsoltárban látható, tehát vannak ezek a, tehát ez, a ranglétra, ez úgy szól, vagy úgy néz ki, hogy Isten van a tetején, aztán jönnek az Istenek, vagy Isten fiak, és alattuk az angyalok. Tehát gyakorlatilag így áll ez az egész össze. Erről most olyan nagyon sokat nem akarok beszélni, Jézus is idézi, és Jézus is beszél erről a farizeusoknak. De az a mondat, hogy nem ezeknek a lényeknek vetette alá Isten a jövendő világot, amelyről szólunk, arra utal, hogy ez a mostani világ pedig ezeknek van alávetve bizony. Hogy ez hogyan történt, ugye ez az a bizonyos Deuterómium 32, tehát Mózes énekét idézzük, 8-as, 9-es verset. Mikor a fenséges örökséget osztotta népeknek, mikor szétválasztá az ember fiait, megszabta a népek határait Isten fiainak száma szerint. De az Úr része az ő népe, Jákob Néki Sorssal jutott öröksége. Ezt írja Mózes, illetve ez, ez, ez Mózes éneke Deuterómium 32.8.9-ből. Tehát itt látjuk azt, hogy az emberek határait ezeknek a ö, ö, lényeknek a száma szerint szabta meg. Az elkövetkezendő világot viszont nem ezeknek a lényeknek a hatalma alá fogja rendelni a zsidó levél szerint. Most gyorsan elmegyünk a Dániel könyvébe, mert azt szeretnénk megnézni azt, hogy mi az állapot, hogy ezek mit csinálnak ezek a lények tulajdonképpen, a Dániel könyvének ez egy picit nehéz itt megtalálni a dolgokat, mert Károli Gáspár teljesen máshogy számolja, három versel van elcsúszva a Dániel könyvének a negyedik fejezete a, a klasszikus számozáshoz képest, mondom a magyar számozást is, és a klasszikus világon elterjedt számozást is, tehát Dániel 4.13, ez magyarul a Dániel 4.10. Látám fejem látásaiban, az én ágyám, ágyamban, és ímé egy vigyázó és szent szála alá az égből. Ha folytatom, akkor érthető a, a dolog. A Dániel 4.17, ez magyarul a 4.14 vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata, ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a fenséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Végezetül a 23-as vers, ami magyarul a 20-as, hogy pedig láta a király egy vigyázót és szentet leszállani az égből. Nyilvánvaló, ami nyilvánvaló ebből a szakaszból az az, hogy a földi fejedelemség, a nevezett király, a földi fejedelem alá van rendelve a vigyázóknak és a szenteknek. Ami nem nyilvánvaló a szövegből az az, és van, aki így értelmezi, van, ahogy van, aki úgy értelmezi, hogy ez a vigyázó és a szent egy és ugyanaz a lény, vagy a szent alárendeltje, a vigyázó, akinek az alárendeltje az emberiség. Tehát egyfajta ranglétra van itt, emberiség, vigyázó és a szent. így is, úgy is érthetjük a dolgot, de akár hogyan is történik, akár hogyan is látjuk, azt látjuk, hogy egy olyan parancsolatot hajtanak végre, hogy a, a amiből megtudják az emberek, hogy a fenséges Isten uralkodik az emberek birodalmát. Tehát ö, erre vannak más ö, szakaszok a Bibliában, amik ö, jobban kifejtik ezt a ranglétrát, és ö, ott van Mikéás esete például, ugye Áhábbal, a gonosz királyjal, Istennek az volt a végzése, hogy ez az ember meghajon, és ö, ezt egy szellem, aki hamis szellem a, lett a király profétáinak a szájában, együtt hozták ezt a határozatot. Pontosabban Isten határoz, határozta el, hogy Áhábnak meg kell halni, és ez a szellem határozta meg, hogy hogyan, mi történjen pontosan. Amit Isten szentesített, elfogadott, hogy történjen úgy. Itt ugyanerről van szó, tehát azt látjuk ebben a szakaszban, hogy vigyázók és szentek őrzik az emberiséget, akik eldöntik, hogy mi fog történni az emberiséggel. Ez a Deuteronomium 32:8 szerint az ezeknek a lényeknek az öröksége, ez a szenteknek az öröksége. És ugye azt látjuk itt, hogy mi is ebbe ezt az örökséget fogjuk örökölni, és hát maga a Mózes éneke is azt mondja, 32.9, hogy az Úr öröksége, az ő népe. Tehát amikor ezt az örökségszót látjuk a kolosséban, akkor a nemzetek fölött való uralkodásra kell gondolnunk, mert ennek az, ennek az összefüggésére utal, ennek az összefüggésére mutat rá a görög szövegnek a teológiája. Um, mi történt? Mi változott? Ugye? Mert ugye a Dániel könyve az az Ószövetségben történt, és a, az Ószövetségi állapotot írja le ebből adódóan, és ott egy földi király fölött történt egy ítélet, amiben részt vettek ezek a szentek és vigyázók, vagy szentek vagy vigyázók. Hogyha megnézzük az Új Szövetséget, akkor változás történt ebben az esetben, ugye? már ugye láttuk is, hogy mi nem vagyunk alárendelve ezek alá, a figurák alá. Tudjuk, hogy vannak köztük gonoszak, illetve hát jellemzően gonoszok, mert Pálapostól nem azt mondja, hogy vannak köztük, hanem azt mondja, hogy a világ, ez élet sötétségének világbírói, ők a gonoszság szellemei a magasságban, és ezekkel van harcunk, erre később rátérünk, ezekkel megy a boxmatch, de öm, és részletezni fogjuk azt is, hogy hogyan. De azt is láttuk, hogy mi által vitettünk a világosságba. Ahogy a sötétség világbírójú ők, mi nem tartozunk a sötétség alá. Pálmásról is mondjuk, hogy, hogy mi a világosságból valók vagyunk, és mint a nappal fiai úgy járjunk. Ö, oké, nézzük az Efezus 122 22, -t. tehát Efezus 22. És mindeneket vetett, hát nézzük egy picit előrébről, jó. Ez egy imádság, aminek a végén Pálapostól elmondja, hogy mi történt Jézus Krisztussal. És ez a 20-as verstől látható. Mikor feltámasztotta őt már, mint Isten Jézus Krisztust a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és urasságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak a világon, hanem a következőben is. Tehát itt azokat a fejedelemségeket, hatalmasságokat sorolja Pál, akikről eddig beszéltünk, a szentek és a vigyázók, akikről beszél majd az Efezus 6, de ezt később elő fog kerülni és mindeneket, tehát ezeket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte, a gyülekezetnek fejévé szól így a Károli fordítás rosszul, mert tette őt a fejükké a gyülekezet számára, vagy a gyülekezetnek így szól az eredeti, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet javára tette Isten Jézus Krisztust ezek fölé a figurák fölé. És gyakorlatilag, hogyha aztán egy picit aré bugrunk az Efezus levélben, a kettő ba akkor látjuk, hogy mi pedig Jézus Krisztusban együtt feltámasztattunk, és együtt ültettünk a mennyeiekben. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy Jézus Krisztus ezek fölé a hatalmasságok, fejdelemségek, erők, urasságok, ezélet sötétségének világbíró és gonoszság szellemei fölé lett helyezve, azzal mi is ezek fölé lettünk helyezve. Ugyanakkor Jézus az, aki uralkodik, és mi vagyunk azok, akik véghez visszük azt, amit ő akar csinálni. Ezt a későbbiek során látni fogjuk, mert Krisztus a fej, és mi vagyunk a teste, teljessége Ő neki. Ha tovább megyünk a zsidó levélben, abban a részben, amiben voltunk, tehát a második fejezetben, akkor még egy-két érdekes dolgot fogunk látni. Egy olyan helyszínre szeretnénk menni most, ahol bemutatás történik, és pedig azoknak az embereknek a bemutatása történik, a, az Isten szentjeinek történő bemutatása, amikor ezek a szentek átveszik ezt az örökséget. Ez egy elég megdöbbentő szakasz, kevesen találnak rá, de kevesen látják meg, hogy ez tulajdonképpen miről szó. Tehát zsidó 2. 10-től 13-ig egyszer felolvasom az írásokat, tehát mert illendő valahogy aki ért minden, és aki által minden, ugye Jézus Krisztus az, aki által, és aki nézve Isten mindeneket teremtett, sok viakat vezéreljen dicsőségre. Ugye mondja Pálapostól, hogy nem csak a megpróbáltatásokban dicsekedünk, hanem dicsekszünk Isten dicsőségének reménységében. Tehát dicsőségbe leszünk víve bele. Az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Tehát ő Jézus Krisztus a üdvösségünk fejedelme. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyáján, tehát Isten az, aki teremtette a testet, mely oknál fogva nem szégyenli őket, már mint Jézus minket atyafiainak, testvéreknek hívni. Mondván, és most figyeljünk, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, a gyülekezet közepette dicséretet mondok néked, <tosz> és ismét én őbenne bízom, és ismét imhol vagyok én, és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. Most itt természetesen az anyaszent egyház szó az, ami rendkívül megtévesztő, mert ez a szó nem szerepel az újszövetségi szövetségi szentírásban, se az anya, se a szent, se az egyház, itt nincs. Itt a gyülekezet van, amit Károli rendszeresen anyaszent egyháznak fordít, Igazából nem tudom miért, nem, nem ismerem ennek az etimológiáját, bocsánatot kérek azoktól, akik de igen, ismerik, és meg tudnának engem oktatni ez ügyben, szívesen venném. Nem tudom, honnan származik ez a kifejezés, az eklesias szó összegyülekezést jelent, de nem is az az érdekes, hogy mit jelent, hanem hogy mire utal. Nézzük, mi történik. Mire utalhat ez? Mi történik? Hirdetem a nevedet az én Atyám fiainak. Jézus Krisztus volt az, aki bemutatta az Isten nevét, ugye megismertettem velük a Te nevedet, mondja, a közvetlen tanítványainak. És ez az Isten lényegének, lényeges voltának a, a kijelentése. Tehát ezt gyakorlatilag Jézus ezt megcsinálta. A következő mondatrészt, tehát megtette, Jézus megmutatta a következő mondat rész, hogy a gyülekezet kellős közepén dicséretet mondok néked, és imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. A gyülekezet közepén történik az, ahogy Jézus azt mondja, hogy hát itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten nékem adott. Hát kérem szépen, ez a mennyei gyülekezetben történik, az isteni tanácsban, ha tetszik így mondani, aminek a, a jelenetét sokszor látjuk a Bibliában, mindjárt az elején, ha látjuk azt, hogy teremtsünk embert, teremtsünk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye, nem akarok ebben most mélyen belemenni, hogy miért nem a Szent Háromság az, akit Isten felszólít, tehát önmagát Isten nem kell, hogy felszólítsa egyrészt, másrészt meg értelmetlen is, mert kívüli lényekről beszélünk, és nevetséges lenne egy, elhatár, egy isteni elhatározást kijelenteni Istennek önmagán belül. Tehát amit Isten elhatározott önmagában, azt tudja a szellem is, tudja az Isten igéje is, tudja az Isten beszéde is, vagy tudja Jézus is, és tudja az Atya is. Nem kell felszólít, nem kell mondani, hogy mi történjen. Amikor ilyen felszólításokat látunk, akkor... <köhem> Bizony, a mennyei tanácsnak történő felszólításokat látunk, és hát látjuk ugye későbbiek során, hogy a teremtsünk embert után azt látjuk, hogy és teremté Isten az embert. Tehát ez egyfajta felszólítás, ami egy, egy csoportnak szól. Gyertek srácok, vegyünk pizzát, menjünk, vegyünk pizzát. Nyilván ez egy csoportnak szól, aztán utána én megyek el és hívok meg mindenkit arra a bizonyos pizzára. Nem én találtam ki a hasonlatot, egy nagyon kiváló Biblia tudós, Michael S. Haizer-től származik a gondolat. Hasonló dolog van, Isten mondja, hogy na teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és akkor megteremti az embert a képünkre, a képére és a hasonlatosságára. Hasonló dolog történik itt, aztán ott van a 82. Zsoltár, hogy áll az Isten az Istenek tanácsában, és ítél az Istenek felett, meddig csináljátok gonosz módon, ugye? Valaki olvassa el magában a 82. Zsoltárt, Károli még egész jól fordítja ráadásul. Tehát falhoz állítja Isten ezeket, a, ezeket az Isteneket, mindegyik Elohim héberül, ugye? És a lényege ennek az egésznek, hogy mit csinál Jézus? Azt mondja, hogy íme, itt vannak az én testvéreim, akiket Isten nekem adott. És egész eddig arról beszélünk, hogy nem szégyeli őket a 11-es vers, atyafének, testvéreknek hívni. Hát az, az isteni tanácsban, a mennyei ö, seregek között, az Isten fiak között, Jézus nem szégyeli azt, hogy egy keresztény az ő testvére nem szégyeli. Jézus ezt mondta máshol, hogy ha, ha te szégyeltek engem az emberek előtt, a gonosz emberek előtt, én is szégyelni foglak titeket a mennyei a, 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 atyám előtt. Tehát lényeg az, hogy Jézus nem szégyelni az övéit már még akkor se, hogyha hús, vér vagyunk, és hát ilyen értelemben aztán halandók, bűnösök, stb. esendők mi egymás de mert mivel a megszentelő az az Jézus, és a megszenteltek az, a, az az, mi, egytől valók vagyunk mindjárt, ezért nem szégyelli. És neki azért kell a test, testnek és vérnek részesévé lenni, hogy ez így volt illendő, hogy aki ért minden, magyarán, és aki által minden, az szenvedés által legyen tökéletessé, szenvedés által váltson meg, vagyis, amit Isten teremtett, vállalta érte a felelősséget. Tehát ami, amilyen ítéleteket Isten hozott, az alól az ítéletek alól ő szabadított ki Jézus Krisztus által. Oké, okay, tehát azok a fejedelemségek, akik jelen pillanatban uralják az embereket, fejedelemségek, hatalmasságok, erők és uraságok, ez élet sötétségének világbírói, gonoszság szellemei a magasságban, ezek nem kicsavarták Isten kezéből a hatalmat, és most uralkodnak az emberiség fölött, hanem Isten adta nekik a hatalmat az emberiség fölött, ott ugye bár sinárnál, és ők aztán később, vagy már akkor gonoszak voltak, teológiai vita folyik erről, de a lényeg az, hogy mi pedig ebben az örökségben veszünk részt, és a zsidó levél 12. fejezetében pont ez a bemutatás történik, amikor a az övéit Krisztus bemutatja ennek a mennyei tanácsnak, a szenteknek, akikkel együtt uralkodni fogunk, fognak, ha, kal ha kvalifikálunk rá a nemzetek fölött. Az Efezus 4.8-ba fogunk elugrani egy nagyon gyors pillanatra. Efezus 4.8-ban mondja a Biblia, ez okáért mondja az írás, mindjárt idézzük azt is, fölmenvén a magasságba, foglyokat vit fogva, és adott ajándékokat. Az embereknek. És ugye ez a szakasz a 68. Zsoltárnak a 18. versét. 19. versét, talán járt megnézzük, 68. Zsoltár. 19. versét, felmentél a magasságba foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben. Nagyon érdekes. Pál azt mondja, hogy ajándékokat adott az embereknek, a zsoltár azt mondja, ajándékokat fogadtál az emberekben, most akkor Pál téved, vagy, vagy mi van itt? Semmi tévedés, semmi probléma nincs itt. Isten az, aki embereket Jézus Krisztusnak adott, őket ő elfogadta és ajándékként adta a gyülekezet számára már most itt ebben az időben. Tehát amikor a Zsolt a Zsidó zsidólevél 2.13 azt mondja, hogy íme én és a gyermekek, akiket Isten nékem adott, az egy idézet, egy, ennek a gondolatnak az idézése, hogy igen, Isten Jézus Krisztusnak adta ezeket az embereket, és íme most itt vannak ők, és nem szégyellem őket, ők fognak együtt uralkodni az em nemzeteken és hogyha visszamegyünk most abba a bizonyos zsidó levélbe, gyorsan, és olvassuk tovább a 2.14-től folytatva, tehát a zsidó 2.14-től, mivel tehát gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Hát látjuk, ez egy egyértelmű utalás megint a Deuterómium 32-re, ugye a 8-as, 9-es versre, hogy igen, meglettünk szabadítva, most már, ha meghalunk, akkor nem a sátánnak a hatalma alá fogunk kerülni, illetve nem a sátánnak a a, a kénye kedvének leszünk kiszolgáltatva, tehát nem kell ettől félni, nem kell ettől aggódni, mert Jézus megsemmisítette azt, akinek hatalma volt a halálon, és által vitt ugye Isten a Krisztusnak a, a, a királyságába, részt fogunk venni a szentek örökségében, és a 16-os vers nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy nem angyalokat karolt fel. Ugye az előbb beszélt angyalokról, akkor tisztáztuk, hogy ezek nem angyalok, hanem ugye Isten fiak. De hogyha most egy pillanatra visszaugrunk abba a bizonyos Deuterómium szövegbe, Deuterómium 9 be hogy meghatározta a nemzeteknek a határait az Isten fiai száma szerint, de az Úr része az ő népe, ő az ő néki jutott öröksége. Hát látjuk itt ez a, előfordul ez a fogalom, megint csak, hogy Ábrahám, tehát a, 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 leszármazottai, Jákob, az ugye Ábrahám leszármazotta volt, és hogyha a, 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 ahol ez történik, a, de, a Genezis 11-ben, a, a Genezis 12. fejezet azonnal már is Ábrahám elhívása. Tehát minek utána a népeknek, népek ki lettek szolgáltatva ennek a szellemi fejedelemségnek, rendszernek, ezeknek a kisebb isteneknek, úgy úgymond. Onnan a következő lépése Istennek az, hogy elhív egy népet magának, akin keresztül megáldatnak majd a nemzetek, akin keresztül visszavásárolja majd a nemzeteket, és erre... Ö, utal a zsidó levél írója itt a 2016-ban, hogy Ábrahám magvát karolta fel. Hát egyrészt Ábrahámnak nem volt magva, tehát Isten volt az, aki az Ábrahámnak magot adott tulajdonképpen, tehát alkalmassá tette Ábrahámot és Sárát, hogy magjuk legyen. Másrészt ugye Jákobra utal, utal itt a, az ige már, hogy bizony az ő leszármazottai az, akiket, Isten az ő fiának fogadott, tetszik így mondani, az ő része, az ő jussa, az ő öröksége. Ugye Fáraónak is azt mondja az úr, hogy engedd el az én fiamat, hogy én nekem szolgáljon. Tehát gyakorlatilag erről szól ez a, ez a szakasz, hogy megváltozott a szellemi helyzet, és a jövő arról szól, hogy Isten az ő gyermekének, az ő gyermekeinek adja ki majd azt a pozíciót, amit ezek a szellemi fejedelemségek jelen pillanatban elfoglalnak, és hogy ez mennyire így van, ezt látjuk a jelenések könyvében, két ö, szakaszt fogunk megnézni, jelenések 226-ot, 226-ot, jelenések 226, és aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedetemet, cselekedeteimet, mondja Jézus, ugye, annak hatalmat adok a nemzeteken, és uralkodik rajtuk vasveszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnal csillagot, ugye a hajnal csillag az a földön való uralkodásnak a jelképe és a 3.21-ben, jelenésekben, jelenések 3. 3. fejezet 21-es vers ugyanezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én trónszékemre üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő trónszékében, mondja Jézus Krisztus. Tehát ez abszolút világos, hogy a jelen állapot az, hogy a keresztények kikerültek a sötétség hatalma alól, által lettek vive Jézus Krisztus királyságába, annak a Jézus Krisztusnak a hatalma alá, akinek a hatalma alá kerültek ezek a gonosz szellemi fejedelemségek is a gyülekezet számára, a gyülekezet javára. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus uralkodik ezek fölött a fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet világbíró világbírói, stb. fölött, hanem azt jelenti, hogy magasabb pozícióba kerültek, került Jézus Krisztus, mint ők, ez egy nagyon fontos dolog, ezért mondja Jézus, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, mondja a tanítványoknak, tehát gyakorlatilag arról szól a történet, hogyha a gyülekezet megteszi a dolgát itt ezen a földön, és azt cselekszi, ami az ő dolga, akkor Jézus Krisztus az, aki hatalmat vesz azok fölött, a fejedelemségek fölött éppen, akik akadályoznák azt, hogy a gyülekezet véghez vigye, ami az ő dolga. Ez egy nagyon fontos gondolat. Nézzük a részleteiben, Mit ír a Biblia erről a, erről a helyzetről? A Kolossé levél második fejezetébe ugrunk el gyorsan. Most rendkívül mennyiségű igét mondok, de nem baj. Tehát Kolossé 2. Kolossék 2, 13-15 lesz, a, amit felolvasok, Kolossék 2, 13-15. És titekek akik holtak valátok bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében megelevenített ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és eltette az útból odaszegezvén ezt a keresztre, és lefegyverezve fejedelemségeket és hatalmasságokat őket bátran mutogatta, diadalt végében rajtuk abban, mármint a keresztben. Tehát gyakorlatilag ezzel a helyettesítő áldozattal Isten ö, felemelte Jézus Krisztust föléjük. Amen. Tehát ezek az fejedelemségek és hatalmasságok fölött, akikről itt már pár beszélni fog, későbbiek során látjuk az Efezus 6-ot, ezek fölé került Jézus Krisztus, és mi vele együtt, aki Krisztusban van, ebben a helyzetben van, addig a pontig, amíg Jézus Krisztusnak engedelmes, természetesen. És hogy ez mennyire így van, azt látjuk ugye az Efezus levélnek a második fejezet a 4-es, 6-os versében, amit már idéztem. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültettetett a mennyekben, a Jézus Krisztusban. Ez a helyzet, ez a pozíció. Hát ugyanúgy azonban, ahogy Isten annak idején az ígéret földét átadta, odatta Izraelnek, és azért a földért meg kellett harcolniuk, ugyanúgy nekünk is adta Isten az ígéret földjét, ha tetszik így mondani, az Istennek a királyságát, de egy feladattal bízott meg, amit nekünk meg kell harcolni. Ugyanaz kell hozzá, mint Izraelnek, és ezért jó példa nekünk Izrael, mert meg kell harcolnunk a hit nemes harcát, és meg fogjuk nézni, hogy ki ellen, hogyan, ki ért és hogyan folyik ez a harc. Tehát nagyon fontos, tehát ki ellen és ki ért, és aki ellen hogyan, aki ért hogyan. Mind a kettő nagyon-nagyon fontos. De nézzük meg először azt a néhány igét, ami bevezeti ezt a gondolatsort, az 1 Timóteus 6-ba megyünk el, tehát 1 Timóteus 6, 11, 12, 1 Timóteus 6, 11, 12, de te ó, Istennek ember ezeket került, hanem kövesd az igazságosságot, az Istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelítséget, harcold meg a hitnek szép harcát, ragad meg az örök életet, amelyre hívattál. Ennyi, se előtte se utána nem olvasunk fel, egy-két érdekes gondolat, bizonyos dolgokat euh, kerülni kell a keresztény embernek. Bizonyos dolgokat követni kell, űzni egészen pontosan, meg kell harcolni, és meg kell ragadni. Tehát ez van dolgunk éppen nekünk bőven. Hogy mit kell elkerülni és mi elől kell menekülni, azt az előzőekben Pál felsorolja. Most nem erről tanítunk, tehát ez, ne hagyjuk ezt a részét. De követni kell a, 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 az igazságosságot, az Isten félelmet, ugye? Tehát az igazságot és a megigazultságot, egész pontosan. A hitet, a szeretetet, ki, kitartást, szelítséget megharcolni a hit harcát. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mi a hit harca most? Tehát mi az, amit meg kell harcolni? Mit harcolunk meg? Na, erről szól most majd egy-két ige. A kettő Timóteus be szeretnék elugrálni. Kettő Timóteus ö, kettőbe, tehát egy Timóteussal arrébb, második fejezet. És hát mindjárt az első verstől, annak okáért én, fiam, te erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Tehát a hit harca a kegyelem, szól. A kegyelemnek a hirdetése, a kegyelemet visszük. És amint tőlem hallottál sok bizonság által, azokat bizzat hű emberekre, akik másoknak tanítására is alkalmasak lesznek. Ezt meg kell tanítani az embereknek, és terjeszteni kell az Isten kegyelméről szóló igazságokat. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Krisztus Jézus jó vitéze, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabály szerűen küzd. És egy csomó dolgot még mesél Pálapostól Timóteusnak, hogy mi ezt tartsa magát, tanítgatja. Ugye ez a búcsúlevél Néro alatti második fogságában, amiből ugye nem jött ki élve Pál, ha tetszik így mondani, tehát letette az ő földi sátorházát. És Timóteust tanítja ő, tűn, úgy tűnik, hogy ő a legbensőségesebb és a legígéretesebb tanítványa, és maga is azt teszi, hogy hűséges emberre bízza azokat, amiket tud, olyan ember, akik mások tanítására is alkalmas lesz. És ezt mondja Timóteusnak is, hogy te is így csináld, hogy hűséges emberekre bízzad. Miért? Mit, mit, mit kell tanítani? Majd mindjárt látni fogjuk, mit kell tanítani abban a szekcióban, amikor azzal foglalkozunk, hogy mi ellen harcolunk, és mi ért, és melyiket hogyan csináljuk. Nagyon-nagyon fontos, ez helyre teszi a keresztények agyát, hogyha hallják ezeket az igazságokat. Tehát jó katonaként harcol, és a kegyelemről van szó. Érdekes a gondolat egyébként, tehát a 2 3. 2. 2.1. Te azért, fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való, Krisztus Jézusban való kegyelemben azért, miért azért, ugye, te annak okáért, te azért, fiam, erősödjél meg a Krisztusban, meg a kegyelembe. Miért mondja ezt Pál Apostol? Hát azért, mert amit mondott az előző fejezet, végén ugye ezeket nem fejezet szerint írtuk, ugye tudjuk ezt az információt, tehát a, a, a mutatás 2. egy 1.15-től azt látjuk, hogy azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsia beliek mindkik közül való Figelius Hermogenész, az Úr legyen irgalmas Onéziforusz házanépének, mert gyakorta megvidámított engem, mármint Fórus, és az én bilincseimet nem szégyelte, sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. Az Úr engedje meg neki, hogy találjon irgalmasságot az úrnak a ma, az úrnál a napon. És hogy mi nagy szolgáltat tett, Efezusban te jobban tudod. Tehát a 15-ös vers azt tudott, hogy elfortultak tőlem az ázsiabeliek beliek mind. Mitől fordultak el a kegyelem tanításától, amit Pál tanított? Hogy Jézus Krisztusban Isten irgalmasságot adott az embereknek, és visszafogadta őket Krisztusba. Ezek az emberek, Figelus, Hermogenész, Onéziforusz, stb. visszamentek szépen a judaizmusba. Ezért mondja Pál, hogy azon a napon, hogy az Úr engedje meg, hogy irgalmasságot találjon Onésiforus az úrnál ama ma napon. Miért? Mert visszament a zsidóságba. Ezért te, Timóteus, erősedjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Tehát abban az igazságban, amit Pál hirdetett, amit az ázsia beliek, amitől az ázsia beliek elfordultak. Akiknek szól egyébként a jelenések első hét levele, tehát őróluk vagyon szó. Tehát a kegyelem kihirdetése, az evangélium hirdetése, ami harcunk. Ez a mi dolgunk, hogy az emberek megtudják, hogy Isten Jézus Krisztusban megbocsájtott nekik, és milyen helyzetbe hozta őket, és az emberek Jézus Krisztusba kerüljenek. Hát akkor nézzük azt először azt a részt, hogy mi ellen harcolunk. Hát ugye sátán kint van a világban, egy pillanatra elugrunk az Efezus 6.12-be, és megnézzük, hogy ezek a fejedelemségek és hatalmasságok élnek és jól vannak. Tehát az, hogy Isten elvette tőlük a, 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 a nemzetek uralmát, az nem azt jelenti, hogy ők átadják önként és dalolva és itt írja Pál Apostol a, a 6.12-ben, Efezusban, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk. Tehát nekünk van egy birkónk ezekkel a figurákkal, mert, hanem fejedelemség ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság szellemi ellen, akik a magasságban vannak. Tehát ez a mi harcunk. Ezért aztán bizonyos dolgokat csinálnunk kell. Tehát mi, ő, már tudjuk, hogy ki ellen harcolunk, és most látni fogjuk azt, hogy hogyan. Ugye? Erre való említést Jézus is tett, mindjárt látni fogjuk, de most mindjárt olvassuk tovább itt az írásokat, tehát az Efezus 6.13-tól elfelé, annak okáért, tehát megint ugye azért, ezért hát, mint ahogy az előbb Timóteusnak láttuk, hogy miért ez és ez történt, ezért ti így és így viselkedjetek ugye mert ezek a fejedelemségek és hatalmasságok így, van, így kint vannak, és ö, velük harcunk van, ezért ti így és így viselkedjetek. Tehát vegyetek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Mik ezek a fegyverek, amiket föl kell vennünk? Ö, a 16-os verstől lássuk, látjuk, mert a görög nyelvtan szerint a 14-es, 15-ös versben szereplő fegyverek már rajtunk vannak. Tehát álljatok elé, lévén derekatok körülövezve igazsággal. És lévén felöltözve a megigazultságnak melvasába. Így szól a szöveg. Lévén lábaitok felsarúzva a békesség evangéliumának készségével. Tehát ez rajtatok van. Mi van rajtatok? Az igazság, amit tudtok, a megigazultság, amit, amiben Jézus Krisztus belerakott benneteket, és a megbékélés evangéliuma nálatok van, tudnik az, hogy Isten kiengesztelődött az emberiséggel Jézus Krisztus által. Ez nálatok van. Amit, föl, amihez, amit ehhez föl kell venni, vegyétek föl a hit pajzsát amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Tehát amikor sátán betámad, akkor semmi más menedéked nincs, mint az Istenben való bízás, az Istenben való bizalom. Ez a hit pajzsa, és ezzel meg lehet oltani sátán minden tüzes nyilát. Itt van sátán tüzes nyila éppen kint a világban, a dökhalál, ami ellen védelem a Krisztusban való menedék, Krisztus sebeiben gyógyultatok meg, és társai, ugye? Tehát, ha valaki ebbe helyezi a bizalmát, akkor az megnyugszik, hogy a SARS-COVID-2 nem viszi el. 17-es vers, az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Tehát ha, tudjátok azt, hogy az az üdvösség, ami nektek van, az mit tartalmaz. Erről szól ez a tanítás éppenséggel pontosan. Tehát, hogy ez mit tartalmaz? És a szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. Ugye, mely igen jó a helyén mondott igen, tehát az aranyalmázüstálon. Tehát Jézus is a megfelelő igével védekezett sátánnal szembe, amikor ugye 40 napos bőt után jött vissza megtérvén a szellem erejével, és sátán megkísértette őt. És Jézus Krisztus bár a szellem erejével jött vissza, a szellem kardjával harcolt sátán ellen. Tehát az Isten igéjét hozta fel, és nem a, nem a kenetet úgy mond, amit most mi modern módon kenetnek hívunk, pálapostal az Istennek velem való kegyelméről beszélt, tehát nem, azt akkor használta, amikor gyógyítani kellett, vagy feltámasztani kellett, vagy valami Isten erejét akkor használta. Egyébként sátánnal szemben az Isten igéjét használta. Sátán mondott valamit, neked is sátán mond valamit, és te tudod az igét, hogy Isten meg mit mondott. Ugye? De ez erről szól az emberiség történelme. Isten mondott valamit Ádámnak, sátán ahhoz képest mondott valami mást. Mit kellett volna Ádámnak csinálni, mint Jézusnak? Hogy nem, sátán, mert. Isten ezt mondta, hogy. Hát Jézus megfelelt, átment ezen a vizsgán. Ádám annak idején sajnos nem, Oké, okay, tehát ebben a helyzetben kell hozni magadat, hogy a hited rendbe legyen, és tudjad, mi tartozik az üdvösségedhez, és az igét úgy forgasd, ahogy kell. 18-19, minden imádsággal, tehát most jön az, hogy mivel harcolunk sátánnal szembe, minden imádsággal és közbenjárással, imádkozván, minden időben szellem által, ugyanezen dologban, virasztván minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Tehát a harcunk sátán ellen az Isten fele való közbenjárás és imádság a szentekért. Tehát nem ordibálunk sátánnal, nem csinálunk ilyen cirkuszokat, mert semmi értelme, sátán jót kuncog rajta, de amikor te imádkozol a szentekért, és főleg szellem által, ugyanezen dologban virrasztván, szellem által imádkozol a szentekért, ugye Róma levélben ott van a nyolcadik fejezetben az, hogy a Szent Szellem segítségére van az erőtelenségünknek, és kimondhatatlan fohászkodással imádkozik a szentekért, és Isten, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert a szellem Isten akarata szerint esedezik a szentekért. Tehát Erről szól ez a szakasz is, hogy imádkoztok közben jártok. Ez a leg, egyik legnagyobb fegyver sátánnal szemben, és ezek fölött a gonosz szellemek fölött a legnagyobb hatalom a közben járó imádság, legfőképpen szellem által. Kértem is, mondja Pál 19-es versben, hogy adassék nékem számnak, szó számnak megnyitása, akkor hogy bátorsággal ismertessen meg az evangélium titkát. Itt van a másik dolog, amivel harcolunk. Ugye imádkozunk az alkalom, hogy jól sikerüljön, és az evangéliumnak a titkához bátor legyek, és adasség szó, ugye Pálapostól mondja máskor azt, hogy a ti beszédetek mindenkor szóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, hogy hogyan kell, kinek, kinek, ugye megfelelni, ez az adasség nekem szó. Hogy azt mondjam annak az embernek, amit neki hallani kell, Jézus is ugyan mindig ezt csinálta, hogy azt mondta, amit annak az embernek éppen hallani kellett, és akkor abból lettek a megtérések. Jézus is beszél erről, erről a dologról, a Lukács 21 be belugrunk egy pillanatra. Tehát Lukács 21, és pedig a 34-es versszak, ezt a rendszerint félreértik, mint a fél Bibliát. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjen a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, az élet gondjainak miatta, és váratlanul rátok, ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg minket, a Mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. És itt jön a lényeg. Vigyázzatok azért minden időben imádkozván, hogy győzzétek megmenekülni mindazokat, amik bekövetkeznek, és az emberfia előtt állhassatok. Öhm. Egyszer régen tanítottam erről a, a szakaszról, ez nem azt jelenti, hogy az elragadtatásban részt vegyetek, ez azt jelenti, hogy egy adott helyzeten úgy menjél keresztül, hogy győzzed megmenekülni, de az emberfia előtt is meg tudjál állni. Okay? Ez ezt jelenti ezt a szakaszt. Tehát Sántán néha-néha helyzeteket kohol, létre, létrehoz olyan szitukat, amiből nagyon nehéz a menekvés, vagy nem lehet menekülni, kétféleképpen lehet menekülni, vagy korrumpálod a, az igét, és korrumpálod Jézus Krisztust, vagy pedig győzöl. Mint ahogy Jézus az asszonynal, akit házasságtörésen kaptak, mindig ezt a példát szoktam énkor elmondani, sátán sarokba szorítja Jézust, azt mondja, hogy na mit mondasz, itt ez az asszony házasság kapatott, most akkor mi legyen, kövezzünk, vagy engedjük el? Ha azt mondod, engedjük el, akkor Mózes ellen szólsz, ha azt mondod, kövezzük meg, akkor magad ellen szólsz. Így szorította sarokba sátán Jézus Krisztust. Tehát amikor eljön az a helyzet, az a nap, amikor, amikor ami meglep téged, mindenkit meglep, akik a földszéne lakoznak, és ti virrasszatok minden időben, és imádkozzatok, kérjétek, hogy győzzétek megmenekülni ezeket a dolgokat. Jézus Krisztus lehajol, porba irogat egy icike-picikét, nószogatják, nógatják, siettetik, sátán mindig siettet, mindig nem, nem, na, 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 gyerünk, mondjál valamit, na, mondjál, na, mondjad, na, mondjad, sátán alig várja, hogy lássa Jézus bukását, Jézus fölnéz, és azt mondja, hogy aki nem bűnös köztetek, az vesse rá az első követ. Mindenki ismeri, az egész világ ismeri ezt a mondást már, ennél frappánsabb dolgot nem is lehetett volna mondani, és ez volt a győzzétek megmenekülni. Jézus úgy menekült meg, és mentette meg ezt az asszonyt ebből a helyzetből, hogy Istennek a dicsőségével győzött. Szót nem tudtak szólni ellene. Oké, okay? tehát amikor Sátán létrehozza neked a helyzetet, és te Istennel való kapcsolatod révén képbe vagy, hogy mit mondana Jézus Krisztus, ja, van ilyen karkötő, mit mondana Jézus? ebben a helyzetben? What would Jesus say? Hát mit mondana Jézus? Ezt tudnod kell. Jézus is megtudta az atyától, hogy mit mondana most az atya ennek az asszonynak. És akkor az asszonynal utána beszélgetett, hogy én csak kárhoztatlak téged. Jézus nem azért jött, hogy kárhoztasson. Ez egy olyan győzelem, amiről beszél a Biblia. Na, hát akkor nézzük meg, hogy ki ért harcolunk, mi ért harcolunk. Öh ez a 2 Korintus 10, bemegyünk el, tehát Pálapostól második a korintusiakhoz írt második levele, bocsánat, háromtól, és közben vetünk egy kósza pillantást arra, hogy lassan egy órája megy ez a tanítás. Tehát háromtól hatig. Most láttuk, hogy ki ellenszól a harc, és hogyan. Ja? most megnézzük azt, hogy ki ért szól, és hogyan. Mi ért harcolunk, és hogyan. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek Istennek erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismeret ellen emeltetett, és fogjú lejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez testvér nem más, mint a világ érvelése ellen meggyőzni valakit Jézus Krisztusról, hogy ő az Isten fia, és hogy ő elhozta Isten kegyelmét. Ez a mi harcunk. És ez Isten szelleme által támogatott harc. Látni fogjuk mindjárt ezt az igében, ezt is. Ez, ha, ha, azt nézzük, hogy Pálapostól mi ellen kardoz, ugye, tehát akkor akkor nem tévesztjük össze, tehát sokan a szellemi harcot úgy képzelik el, hogy üvöltözve imádkoznak bizonyos szellemi fejedelemség ellen. Rendben van, ha, ha bírják hangszállal, ám legyen, csinálják, de sokkal jobban tennék, hogyha megkérdeznék Istentől, illetve arra figyelnék, hogy a beszédük mindig sóval fűszerezett legyen, hogy tudják, hogy kinek, kinek, hogyan kell megfelelni. Mert Pál erről beszél, ez a mi fegyvertárunk, ugye? Erősek Istennek, erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat, horrodjuk le az okoskodásokat nem a szellemi fejedelemségek ajtói előtt, hanem az emberek fejében. Hol rontjuk le a magaslatokat, amely Isten ismerete ellen emeltetett? Az emberek fejében, a tudásában, a gondolataiban. Hol ejtünk minden gondolatot fogjul, hogy a Krisztusnak alávettessék, és a Krisztusnak engedelmesked. Megint az emberek fejéről van szó, megint a fejben van, ugye? Tehát e e ezek, ezek nem olyan dolgok, amiket valamiféle ilyen fura ö, szellemi ö, harc képzetével vívunk a ö, Luke Skywalker lézerkardjával. Ugye nézzünk egy pillanatra az egykorintus Korintus 9-be bele, egy pillanatra, egykorintus Korintus 9-be, amikor Pálapostól kardot emleget, akkor miről beszél? 25-ös verstől szeretném felolvasni. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, ugye ott van a bírkózás, az agoniszomány, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlan. Ugye nem csak a korintusiaknak beszél, Pál Timóteusnak írta, hogy mint Krisztus jó katonája, nem elegyedik bele a világ dolgaiba, stb. 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 És most jön az, amiről beszél Pál, hogy amikor kardot említ, akkor mit mond. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskadom, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát nem a levegőbe ordibálok, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgálvát teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Tehát amikor Pálapostól sanyargatásról beszél, meg v -v vagdalkozásról beszél, meg viaskodásról beszél, akkor arról beszél, hogy az én testi természetem a célpont, tehát nem a szellemi fejdelemségekről beszél. Amikor a szellemi fejdelemségekről beszél, akkor pálapostól, imádságról, szellemben való imádságról, közbenjárásról és könyörgésről beszél a szentekért. Itt pedig arról beszél, hogy fegyelemben tartom magamat, hogy nehogy korumpáljam a szolgálatomat. Oké? Okay? Ez a szellemi harc része. És... A 2 Korintus 2.14, tehát egy Korintussal arrébb vagyunk, 2 Korintus 2.14-es vers. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megismerteti, megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek, mármint az elkárhozóknak, halál illatja halára, amazoknak, az üdvözülőknek pedig élet illatja illetre. És erre kicsoda alkalmas. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Ó, balgataggal a beliek, kicsoda igézet meg titeket, akiknek a szeme előtt úgy iratott le a Krisztus, mintha előttetek feszítetett volna meg. Erről beszél Pál. Arról beszél Pál, hogy a Szent Szellem által képes meggyőzni az embereket tökéletesen úgy, hogy ők belátják az Istennek az igazát Jézus Krisztusban. Tehát az Istennek Jézus Krisztusban való igazát tökéletesen belátják. És akik Elkárhozók azok nem úgy kárhozók el, hogy ők nem hiszik el, hanem ők úgy kárhozók el, ugye úgy kell, hogy Jézus beszél erről, hogy inkább szeretik a hamisságot, mert a cselekedetei gonoszak. És elfordulnak az igazságtól, ami előtte, előttük leíratott. Pont erről beszél Pál Galatáknak. Tehát sóval fűszerezett, hogy kinek, kinek, hogy kell megfelelni. Pontosan ez volt Páléknak a módszere. És akkor felismerték az emberek Krisztust. És akkor döntés előkényszerültek, és akinek a halál illatja volt az evangéliumnak azért, mert ő nem szeretett volna. Ő szeretett volna a bűnös életében megmaradni. És ne felejtsük el, hogy Jézus pontosan erre küldött el minket. Hát nézzük meg a Máté evangéliumnak a végét, ugye a 28-as fejezet, 18-as igevers, nézzük csak meg, mit mond Jézus Máté 28-18-tól 20-ig. Hozzájuk menve Jézus szól a nékik, mondván nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Gyerekek, ez megvan oldva, ez le van zsírozva, Jézus Krisztusnál van minden hatalom. Ezért elküldi azokat, akik neki dolgoznak. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Bemerítvén őket az atyának, fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Ugye? Hát ez a mi dolgunk, és ezt az emberek ért csináljuk. Ez a hit szép harca. Amit ugye mi megharcolunk, ha megharcoljuk, és nagy segítségünk erre a Istennek égből küldött szelleme, amit az abcsel egyben láthatunk 7 8-as versben. Mert minek utána Jézus elmondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjetek, utána a Lukács szerint azt is elmondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az időszakokat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szelem rátok, és lesztek nékem tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judában, Szamáriában és a Földnek mind a végső határáig. Ezt is zárójelben jegyezem meg, hogy tanúi Jézus Krisztusnak kell lennünk. Oké, okay? Tehát tanú bizonyságot Jézusról kell nekünk tenni, mert Jézus Krisztusban adatott számunkra üdvösség, nem adatott más név. Tehát te tanúskodhatsz te Jávéról, meg tanúskodhatsz te akármilyen módon El Elionról, nem ez a dolgod. Oké? Okay? Tehát vannak olyan körök, akik kiválasztották maguknak Isten egyik nevét, ehm, tanúskodhatnának ők éppen, hívhatnák őt Hasemnek, vagy a zsidók, hívhatnák ők El Elionnak, a mindenek fölött valónak. Hívhatnák ők, úr, ők úrnak, Adonáinak, ez is Istennek úgymond egy neve. Hát ők Jávénak, ami szintén bibliai fogalom, és Jávéról tanúskodnak. Testvér, a Biblia azt mondta, hogy Jézus Krisztusról. Oké? Okay? Jézus Krisztusról, mint feltámadottról. Mert Pál is mondta, hogy nem akarok róla köztetek tudni másról, mint Jézus Krisztusról, Oké? Okay? Nagyon-nagyon fontos, mert Isten így. Döntött. Ezt határozta el, hogy ha valaki Istenhez közelíteni akar, akkor a Jézus nevet kell neki szólítania. Mert nem adatott más név, ami által nekünk üdvözölnünk kellene. Ez a harcunk sátán ellen és az emberekért. Borzasztó, egyszerű a képlet. Tudnika, hogy az emberek megtérnek az egyik királyságból, áttérnek a másikba és gyakorlatilag, hogy Jézus Krisztus által Isten visszanyeri önmagának a népeket, az így működik most. Ezzel a módszerrel nem arra kell várni, hogy majd Jézus visszajön uralkodni, és kiosza az uralmat a keresztényeknek, hogy te itt uralkodsz, te ott uralkodsz, te amott uralkodsz. Neked most az a dolgot, hogy az emberek után menjél, és az embereket megnyerd Jézus Krisztusnak tudjad, hogy hogyan kell szólni, hogy annak az embernek mit kell mondani, hogy sóval fűzerezett legyen, szellem fel legyek, szent szellem felkenje a te beszédedet, és a többit az atya végzés vedd a bátorságot, ugye, mert Pál is imádkozott, hogy bátorsággal ösmertesse meg az evangélium titkát, vedd a bátorságot, és menjél. És hogyha van egy kis szabadidőd, akkor meg imádkozzál. Közben járván. <coughs> Visszatérve a démonokra, és ez a tanításnak ténylegesen az utolsó része már, még adunk magunknak egy picurka időt, hogy azt látjuk az igében, hogy akik Krisztusban vannak, azoknak hatalma van a démonok fölött. Lukács evangéliumban megyünk vissza, ugye ezek Lukácsnál még nem volt a Krisztusban, de ha már akkor hatalmuk volt, nézzük meg az 1-es, verseket, és 17-től 20 a szakasz, ne, tehát egyes vers. Ezek után pedig rendelte az Úr másokat is, 70-et, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahova ő menendő vala. Magyarán maga előtt elküldte az embereket, hogy hirdessék az evangéliumot. 9-es vers és gyógyítsatok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik, elközelget hozzátok az Istennek a királysága. Jó, 17-es vers, től olvasom tovább. Visszaped visszatérve pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még a démonok is engednek nékünk a te neved által. És ugye akkor mondja nekik Jézus 18-as versben, hogy 17-es, 18-as vers bocsánat, ő pedig mondta, látám sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Ímé adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek. És akkor utána Jézus elmondja, hogy ne ennek örüljetek, hanem hogy a nevetek föl van írva a mennyekben. Ez itt a lényeg. Tehát Jézus elküldött a tanítványai közül 70 70 nép szerint igazából, ez is egy érdekes gondolat, hogy ha valaki elolvassa a Genezis 10-et, ott 70 népet talál, akik, akik szétszórattak a, a, a bábeli toronynál, a Genezis 11-ben. Úgy tűnik, hogy 70 isteni lénynek adta ki az emberiséget Isten. Nagyon érdekes dolog ez. És így még Jézus 70 tanítványt választott ki. Tudom, vannak bizonyos igeversek, akik 72-t említenek, hát ez azért van, kérem szépen, mert a, a Septuaginta és a <coughs> Mazoréta között az a különbség, hogy az egyik népet a két, illetve két népet szétválaszt két-két nép két, két, két néppe, és akkor 72 jön ki, nem 70. De lényeg az, hogy a, a, aki az új szövetséget <coughs> megírta, erre a számra hivatkozott. Miért? Mert a nemzeteket is akar Jézus Krisztus, és ez a te küldetésed, meg az enyém, pálapostól nemzetek apostola, őtől kell tanulni ezt az egészet, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ugye emlék, emlegettük már a Máté Evangélium 28-at, nézzük meg a, a Márk Evangélium 16-ot, tehát ugye Mit látunk ebben az előző szakaszban? Gyorsan még ezt nem emeltem, hogy a démonok engedtek ezeknek az embereknek. Tehát akit Jézus elküld és elmegy, annak engednek a démonok mert már Jézus hatalmat adott nekik. Most pedig a kereszténységnek megvan a hatalma. Ímé e minden hatalom nékem adatot menjen és földön, ugye mondja a Máté 28-18. Ezért menjetek el, és ti ezt és ezt csináltok. Jó, a Máté 10, Márk 16-ban, bocsánat, a Márk evangélium 16-ban, tehát a Márk végén, olvassuk ezt a 17-es versbe, azok pedig bocsánat, 17-es, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben démonokat űznek. Tehát akik Jézus Krisztusban vannak, azoknak ez a dolga, démonokat űzni. Ki kell zavarni az adott helyről. És hát ugye csomó dolgot itt még leír, hogy új nyelveken szólnak, ugye nyelveken való imádság, érdekes összekötve a démonokkal, mindegy. Hanem, nem, mintha a szellemnek bármi köze lenne a démonokhoz, de a szellem erejének köze van a démonok küzdéséhez, és a szellemben való imádságnak meg köze van a szellem erejéhez. Így értettem. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisztnak, meg nem átnékik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Amen. 16-os fejezet a Márk evangéliumban, tehát, ö, bocsánat, az ap, ö, apostolok cselekedetében. Tehát a Mark 16-ban voltunk, most elmegyünk az Apcsel 16-ba, hogy egyszerűen követhető legyek, és itt is a 16-os vers, tehát Apcsel 16-16. Egy eset, amit leír a Biblia, hogy Pálapostól megbosszankodik, és kiűz egy démont, a 18-as versigolvasom olvasom, tehát Apcsel 16, 16-18, lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, közbejárásra, egy szolgáló a jövő előnkbe, akiben jövőmondásnak szelleme vala, és az ő urainak nagy hasznot hajt a jövendőmondásával. És követvén Pált és minket kiált vala mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek kik néktek az üdvösség útját hirdetik. Ez pedig több napon át művelte Pál, azonban megbosszankotván, hátrafordulván mondás szellemnek, Parancsolom néked a Jézus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Egyszerűen fölkapta a vizet Pál, és megunta, hogy beleszólnak az ő evangéliumi hirdetésébe. Megvan mindennek a maga helye pontosan. Most mi, mi baja volt Pálnak azzal, hogy a démon bizonságot tett róla, és az igazat mondta? Nem annak volt ott az ideje. Ő fölment a könyörgés órájára. Azért ment, amiért ment. És ez így van. Sátán minden, mindig máskor, mást, máshol, máshogy akar csinálni. Igaz volt, hogy a magasságos Istennek szolgálja, aki az üdvösség útját hirdető. Még nem jött el az antikrisztus szelleme, még bizonyságot tett Jézus Krisztusról a démon. Később majd nem. De minden esetre nem kell a bizony, nem kell azt, hogy sátán kiabáljon. Oké? Okay? Nem kell sátán hirdessen, nem kell sátán mondjon semmit, az kell, hogy a szent szellem mondjon valamit. Pál pontosan tudta ezt, <kül> unta már, többedik napon rászólt a szellemről, hogy takarodjon ki. És ki is ment? lett is belőle cirkusz később, és egy utolsó ige, hogy mekkora cirkusz van abból, hogyha a démonok a mocorognak, ugyanebben az apostolok cselekedetében vagyunk, csak három fejezettel arrébb, a 19. fejezetben, 13-astól a 16-os versig olvasom, <kül> tehát Abcsál 19-13, Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek valának, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Hm. Valame, valának pedig némelyek skévának, egy zsidó főpatnak a fiai heten, akik ezt mivelik vala, felelvén pedig a gonosz lélek, gonosz szellem természetesen. A Jézust ismerem, a párol is tudok, de ti vagytok? és rájuk ugorván az az ember, kiben a gonosz szellem vala, legyőzvén őket, hatalmat fel rajtuk olyannyira, hogy mesztelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. Mi a tanulságának a történetnek? Ha valaki nem Jézus Krisztusban van, annak nincs ma hatalma a démonok fölött, sőt, pórul járhat, bajba kerülhet, hogyha démonokkal akad össze. Még látjuk azt, hogy aki meg Krisztusban van, az, az, úgy el tud legyezni egy démont, mint, mint a, mint ténylegesen zavar már, hogy itt kever ez a légy, elhajtom. Pálapostól zavarta már, hogy ez a e, jövendő mondá, a démon beszél fölöslegesen, akkor senki nem kérdezte, megbosszankodott, húzz el a Jézus nevében, és már ment is ki. És bizony ez így, így, működik. Normálisan egy keresztény embernek tudnia kellene erről a hatalomról, amiben ő van, és nem csak tudnia kellene róla, hanem magabiztosan kellene vele vánni. Említhetnénk a tanítványoknak azt a történetét, amikor ugye már nem voltak magabiztosak, ugye? Mi miért nem tudtuk azt kiűzni, Uram? És akkor mondja Pál Jézus Krisztus, a hitetlenségetek miatt a hitetlenségetek miatt. Vagyis nem volt a bizalmuk megfelelő stabilitású Istennel szemben, Isten felé. Nem tudták pontosan, nem, nem volt bennük a szívükben az ő helyzetük. És ezért aztán kudarcot vallottak egy démon kiűzésével kapcsolatban. Tehát a keresztény embernek tudni, és, és jól ismernie kell azt a hatalmat, amit Jézus Krisztus ráruházott, és ezt úgy lehet jól tudni, és úgy lehet alaposan ismerni, hogyha a keresztény, nevezett keresztény embernek jó kapcsolata van Istennel és az Úr Jézus Krisztussal. No hát örömhírt mondok a kedves hallgatóknak, a szellemvilággal kapcsolatos tanításnak ezzel vége van, tehát a Szellemi Világ című sorozatnak itt a vége. Remélem hasznos volt, remélem nagyon régóta zajlott még, még személyes tanításokkal történt ez tavaly előtt, amikor még nem volt pandémia, és itt ért véget. Javaslom ezt a tanítás csokrot összegyűjteni, aki szeretné, és hallgassa meg egyben. Bízva abban, hogy a jövő hónap már személyes Alkalmakra ad lehetőséget, kívánok mindenkinek jó egészséget, Istennel töltött áldott időt, imádkozatok a betegekért, imádkozatok az orvosokért, de leginkább imádkozatok a keresztény szolgálókért és megtérésért az embereknél, hogy Isten királysága terjedjen és hatalmat vegyen. Ámen.